Nem tudom, veszekedtél-e már családtagjaiddal, hozzátartozóiddal, barátaiddal és üzletfeleiddel azon, hogy vajon meg lehet-e enni, vagy meg lehet-e még inni valamit, aminek lejárt a szavatossága. Én egy ilyen szavatosságszkeptikus vagyok, tehát szerintem bármit meg lehet enni, vagy inni, tehát hogyha... Nem kellene mindig laboratóriumok, hogy eldöntsünk egy ilyet. Vannak a fejünkben, illetve a szánkban és az orrunkban chemoreceptorok, melyek segítségével hát gyorsabban lefuttatjuk az analízist, mint Tiszeker Ágnes mondjuk Annus Adrián vizelet mintáján, tehát hogyha ha büdös, ha rossz, akkor nem jó. Ha nem rossz, akkor jó. Tehát az most mondja, hogy Túró Rudi, Jézusom, hát ennek lejárt tegnap. Ez mi, nem tudod, ez pénteki vagy csütörtöki? Úgyhogy, néha kézitusa van nálunk a hűtő előtt, hogy most valamit kidobunk, vagy nem. És általában az van, én vagyok a malac, és egyben a kísérleti főétekfogó, aki meg kell, hogy kóstolja az ételeket, hogy olyan nem mérgezette, hát mire a lányom elérte ezt a 6 éves életkort, mire már önállóan is tudhatna problémázni a szavatossági időkön, rengetegszer kellett nekem megkóstolni ezt a kinder tejszeletet, vagy én nem tudom mit, aminek már szerdán lejárt a szavatosság, hogy úristen, vagy közeleg a szavatosság. És hát az is egy gyakori kérdés, hogy meddig lehet meginni egy sört. Elnézést a malacok. Csöndben legyetek, malacok! Fontos kérdés, hogy meddig lehet meginni egy sört, és gyakran kérdezik is tőlem, hogy meddig lehet meginni egy sört. Úristen, lejárt a szavatossága. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kihasználom, hogy van nálam néhány nagyon érdekes sör csomagok, amik valahogy sose kerültek be a teszt rotációba. Van itt pár nagyon érdekes osztrák sör, és van pár nagyon jó német sör. Az köti őket össze, hogy hát köznapi fogalmaink szerint elég régen legalább egy, de időnként több mint másfél éve lejárt a szavatosságuk, úgyhogy fogadjátok szeretettel a mai műsort, melyben alázatos étek és italfogótok Európában először védőháló nélkül rég lejárt szavatosságú sörökbe fog belekóstolni. Kezdésnek például nézzük ezt a kiváló Schremser felsőerjesztésű rozsos sört, nagyon érdekes, ez egy osztrák sör, és hát egy elég régi főzde, azt mondja, hogy rogiha ráadásul bio sör, tehát nyilván biodinamikus gazdaságból származik, és az egyrészt, hogy honnan, másrészt, hogy mikor, 1410 a főzde alapítása, és azt ígérik a honlapon ezzel kapcsolatban, hogy Schrems városában vagy a faluban, hogy már az 1400-as években ez alapján, a recept alapján, tehát hogy feltámasztották az eredeti receptet. De most történetünk szempontjából az az érdekes, hogy 2019. január 22-én járt le a szavatossága. 2020, hát március, április, május. 1 év, 4 hónap. Remélem az elég lesz. Hát egy kicsit fölhabzik. Lehet, hogy palackos erjesztés. Vajon elmállik tőle a pohár? Vajon mi lesz? Rozsos színe van. Kicsit konyakos szaga. Lehet, hogy palackos erjesztés. Kicsit punnyadt. Nem ihatatlan, tehát szerintem nem halálos, de egészen biztos vagyok benne, hogy ez frissen sokkal jobb. Hmm. 5,2%-os. Kicsit olyan konyakos az utóíze, de ez lehet, hogy tényleg csak a 2 éves üveges érlelésnek tudható be. Egyébként hibája tulajdonképpen nincs. Kíváncsi volnék egyszerre erre frissen. Van egy kis barackos almás illata. Egyre inkább arra hajlok, hogy a szokatlansága csak a rozs
rozsból következik. Csináltam egyszer rozsos búzesért, vagy mi az ördögöt, és az se volt igazán jó. Lehet, hogy ugyanilyen belőle az új is. Egyébként érdekes volt. Nézzük akkor egy lágert, az biztos sokkal rosszabb lesz, ez a Trumer Pils, ami hát szintén egy elég régi gyár, 1601, elég régi főzde, Einfach Leben, szintén osztrák, extra trocken, elegáns und schlank, ohne Kompromisse gebraut, na persze, de mikor járt le a szavatossága? Hújjújjújjújjúj! 2018. november. Hát ezt nem úszhatom meg élve, még akkor se, ha ilyen szép a kupakja egy ultra combos csajhoz két nagy korsó sör. Ez is egy kicsit azért bepezsek, de lehet, hogy csak azért, mert szép a címke, szép az üveg. Most kéne dögletes bűznek elárasztani a szobát. Hát szemre nem úgy néz ki, mint aminek 2018 november. Hát ez egy év, öt hónap. Jó, végül is alig másfél éve járt le. De finom. Hű, de jó malátás. Trumer Pils, azt ajánlom. Szerezzetek belőle legalább egy éve lejártat. Nagyon malátás, kicsit olyan Stiegl. Illetve lehet, hogy nem Stiegl, slow brewing. Igen. World Beer Cup. Hát valamit nyert. Gerstenmalz Hopfen. Privat Brauerei Josef Stiegl. Obertrum, Ausztria. Igaz? Másfél év. Ha ezt valaki meglátna egy boltban, blokád alá vennék az egész falut, várost. Ó, de szép. Tökéletes hab. Tökéletes hab. Tökéletes szín. Trumer Pils for life. Nagyon ajánlom. Elegant und schlank, mi? Extra trocken. Ultra száraz, vagy extra száraz. Ez nekem inkább nagyon kellemesen édes, nagyon finom malátás. Imádom az ilyet. Bárcsak minden láger ilyen lenne. És milyen szép színe van. Nézzünk egy, majd akkor biztos a pélél, majd az rossz lesz, Schleppe. Valahol Klagenfurtban, vagy közelében van a főzde, és az ugye hát valamennyire közel van már Olaszországhoz, úgyhogy itt is ezt nyomják a különböző faktorokban, hány pontot ér el. Bitter Eindruck, Amarezza, ugye keserűség, hopfenaroma, Aromadi Lupulo az 5, Vollmundig Compositate Gusto, Fruchtig Fruchtato Malzig de Malto a Európa legjobb péléje díjat nyerte, de mi nem ezért szeretjük, hanem mert 2018 decemberében lejárt a szavatossága. 2018. Ezt már búvárok hozták fel a Vörös-tengerről. Vagy a földközi tengerben elsüllyedt egy spanyol gája. Hát ugye? Tudtam, hogy veszélyes. Hát 2018-ban lejárt, hát mégis mit várok? Na, mi is szép a habja Európa legjobb péléjének. Szóval az van az én tapasztalatom, hogy a palackos erjesztésű sörök, időnként a sajátjaimból megkóstolok két évnél régebbi söröket, és hát amellett, hogy nyilván két éve még a mostaninál is sokkal rosszabbul tudtam sört főzni, az az egyértelmű, hogy nem válnak ihatatlanná,
hanem olyan kicsit megpunnyadnak, hiszen nincsenek lepasztőrözve, így az élesztő még megeszi a maradékot, amit talál, aztán így lassan elpusztul és leszáll az aljára, és olyan kicsit punnyat ízelesz, de az se romlott, tehát nem olyan, amikor egy romlott húst megeszel, aztán nem is tudom, intenzív osztályra kerülsz. Hát a habja valószínű tényleg ennek a szűk két évnek köszönhetően nem olyan szép. Az illata nem rossz. De jó, jaj. Nagyon. Karamellás, grillázsos. Ezt ajánlom. El tudom képzelni. Ez a sleppe pélél. Öregem, grillástorta szombathelyen a szomszédunkban Haluzsán néni csinált időnként olyan grillástortákat, hogy szarvasok voltak a tetején, ő maga mintázgatta. Egy ültő helyemben egy fél olyan grillástortát befaltam, és ennek van olyan csodálatos, olyan magyaros, spiritott cukras. Hülye, ez döbbenet. Sírok. Ó, de jó. Megőrülök, hogy ez a keserűség 5/3. Egyébként kis keserűség van a végül, hogy azért tudjuk, hogy sör és nem grillást tarta. Fű, hát ez a sleppe. Meg vagyok döbbenve, keresgéltem a neten, mint a 3 euróért adnák. Bár igaz, hogy most az euró, most így ez egy 1000 forint fölött van, de ha véletlenül Ausztriába jártok majd, ha lehet, és láttak ilyet boltba, az összeset vegyétek meg. Hiszen, mint tapasztaltuk, nagyon sokáig eláll. Nézzünk egy viszonylag nagy üzemét. Én elsősorban ezzel azt hiszem, hogy repülőgépeken szoktam találkozni, talán a Lufthansa menüjében. Ó, de érdekes, lehet, hogy most így a koronavírus járvány végét meg se fogja érni a Lufthansa, szóval mintha ott szokták volna adni, és mintha ez egy jó sör lenne, ez német, ugye? Várstein városában, Észak-Rajna-Vesztfáliában készül, 1753 óta van a Warsteiner márka a Kramer család birtokában. Alois, vagy nem tudom milyen Kramer, akkor szerzett valami engedélyt sörfőzésre. Na, vajon 4,8%, Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen és Hopfen Extrakt. Hát. És az az érdekes, hogy Warsteinernek hát dacára annak, hogy egy jó nevű cég, most is viszonylag kevés fajta söre van, tehát van egy ilyen, van egy Dunkel, van egy Hefeweizen, meg egy mit tudom én, mi. Familien Tradition, Zeit 1753, ja, hát ezt elfelejtettem mondani, jó, előbb kitöltöm, hogy mikor járt le a szavatossága. Ezért nem néz ki rosszul, na. Ez sem. Azt mondja, hogy 2018. december 28, tehát azért igazi konzumparagépek ezt 2018 szilveszterén már inkább kiöntötték. Hát, nézzük, miről maradtak le. Szép, tartós, gyönyörű hab, pedig ez valószínűleg pasztőrözött szűrcsör. Úgy emlékszem, hogy jó. Bárki tudja, abban az oxigén hiányos állapotban egy Lufthansa gépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó sör. Az az egyár rosszul neki, hogy ezután a szívbemarkolóan zseniális sleppe pél él után ittam. Hát ez sleppe, ez. Hát ez. Ettől kész vagyok, de mindenkinek ajánlom a Warsteinert. Das einzig wahre. Fogalmam sincs, mit jelent. Habja még mindig van. Mert ugye az van, hogy töményszesz, ugye nem is tud megromlani,
De egy sörös üveg is, úgy értem, hogy egy lezárt sörös üveg, ami sör tartalmaz, még akkor is, ha nincs lepasztőrözve, egy nagyon ellenséges közeg, tehát nem minden mars lakó maradott életben, hiszen egyfelől alkohol van, ami méreg, másfelől nincs oxigén, hiszen az élesztő az megeszi az oxigént a cukorral együtt, és további alkoholt és széndioxidot termel, tehát gyakorlatilag ilyen, hát nem tudom melyik bolygón vannak ilyen körülmények, hál' Isten nem a Földön. A másfél éves Warsteiner is átment a vizsgám, és akkor nézzünk egy ilyen érdekességet. Ez a Stauder, szintén német, egy esseni magánfőzde, kicsit furcsa honlapjuk van, már úgy értem, hogy a honlap nem furcsa. Ja, meg hát, amikor mi kiegyeztünk, ők főzdét alapítottak, Birchen, söröcske, mert ez csak egy kis 0,33-as, gyönyörű a kupakés ezzel a kis komlóval. Kicsit olyan Mr. Bean-re emlékeztet a két tulajsrác, akik elég sokat szerepelnek különböző képeken. Ja, mindig majdnem elfelejtem, hogy nem erre szoktam kiegyezni a teszteket, hogy 2019. január 29, úgyhogy egy év, négy hónap. Egy év, négy hónap, jaj, vajon mi lesz? Vajon megszűnik a Winkler YouTube csatornája, mert belehalt a lejárt szavatosságú sörökbe? Az még nagyon fontos, hogy búzasörnél tényleg fontos a lejárati dátum, tehát a búzasör az tényleg frissen jó, az se lesz mérgező, ha lejár, csak nem lesz jó. Kicsit sziszen a Birchen, Helles Vollbier, világos szűretlen, azt hiszem a Vollbier a szűretlen. Hát, Naturtrübes, igen, szűretlen, Zusammen Ergebnis Hopfig, Fruchtig, Ehrlich und Handlich, Hopfenaromen, Citra és Simco komlók adják a grapefruitos ízét. Tökéletes hab. Most már ráírom, hogy since, ahol van a minőség megőrzés. És nem kéne levennem a szemüveget soha. Tökéletes hab, Since, 2019. január. És ez a szín, igen, így lehet rászokni a sörre, sose szagoljatok még ilyen finom, nagyon malátás. Úristen, de jó, ez a Stauder. Azt hiszem, hogy ez a rúrvidéki csomagban. Valahogy a németek, nem tudom miért, szerintem sok német sör csomagot teszteltem, és egy pár valahogy mindig bennmaradt a szekrényben, és mindig rakosgattam jobbról balra, Diana szemben röhögött rajtam, hogy hát ezt dobjam ki, mert lejárt, mondom, no. És tessék, arra jó volt, hogy ezt az öngyilkos missziót bevállaljam. Na, tudod? 2019. január, és most 2020. május van. Csak mondom, úgy de szép. Ebben van valami játék? Slow brewing. Ja nem. Csak tanúsítja, hogy lassú főzés és spiccán kvalitét. Ez mind spiccán kvalitét. Uramisten, ez a Stauder, de jó. De csodálatos sörök. Köszönöm, uram. Sleppe még mindig a number van, de a többi is elképesztően jó. És végezetül gondoltam, hogy nézzük meg, hogy vajon egy csatos üvegben vajon mi történik a sörrel, hogyha egy hanyag sörtesztelő bent felejti a szekrény alján, és a sör csak érik,
és ez nem is nyomtatva van a szavatosság, hanem ilyen bejelöléses alapon a nap az 17-e, itt van egy kis bevágás a címkén, az év, hol van az év? Ez olyan régen lejárt, hogy nem is tudom az évet. Az év 2018. 2018 és S. Az szeptember, augusztus, szeptember. 2018 szeptember. 2000 legrégebbi. Na, azért hagytam a végére tényleg. 2018 szeptember. Uramisten, több mint másfél év. Münsterländer originál. Gebraute Landbier, Potz Landbier, Echtes Münsterländer. Münsterländer originál. Kraftigen besonders Würzinger. Ja. Ennek a honlapján van a legbizarrabb kép, amit sörhonlapon láttam. Egy ember, hogy is mondjam, egy lóval, nem annak szánták, szerintem véletlen, nem ellenőrizték, nem volt normális ember, aki megnézte volna, hogy hát ilyen 69-es pozícióban van egy ember egy lóval, és ráadásul, hogyha lejjebb tekerünk, akkor ott van, hogy valami, nyilván a sörre gondolnak, hogy kézműves, de hogy épp valaki a ló ágyéka felé közelít két kézzel, és azon van írva, hogy kézi munka, én átgondoltam volna, de úgy érzem, hogy ez a Potz Münsterländer originál, ezzel nem nyúlhatok mellé. Ez olyan mélyebb, igen, mondom, hogy olyan mélyebb, nagyon karamellmalátás ízeket érzek. Figyelj! Ugye? Unter mi van? Untergérig, alsó erjesztés. Brauwasser Gerstenmalz. Finom karamellás, kicsit barna sörös. Nem rossz. Már abban az értelemben, hogy semmiképp nem romlott, és mint sör sem rossz, hát mitől lenne rossz. De a mai nap tanulsága, hogy a Warsteiner egy abszolút iható tömegsör, tehát repülőn, majd ha egyszer lehet, érdemes lesz inni. Szerintem a rozs sörbe hülyeség ennek a Trumer Pilsnek. Figyeld, ennek még mindig van habja. Vigyáztam. Új szerelmem. Ez a Schleppe Pélje. És továbbra is azt tudom mondani, hogy szavatossági idő lejártával kapcsolatban használjuk a józan eszünket, szaguljuk meg, ha nincs rossz szaga, mi baj lehet, főleg, hogyha nem húsárú, húsárúval nyilván más a helyzet, de én már leárt szavatosságú húsárút is ettem, és még itt vagyok. Egyébként ugye a szigorú szavatossági idők valójában az ipar érdekét szolgálják, hiszen ha az emberek kiöntözik, meg kidobálják ezt a sok még jó cuccot, akkor többet lehet belőle eladni. Na jó van. Bocsi, hagyjatok. Ezt meg kell innom.